Az országos rendőrfőkapitányság a baleseti helyzet alakulását figyelembe véve fokozott ellenőrzéseket rendelt el az ország egész területére. Városunkban február 24-én kezdődött az utóbbi ilyen razzia, amely alatt kiemelten figyelik az ittas vezetőket, a sebesség túllépéseket, szabálytalanságokat és az autók műszaki állapotát is. Ez mellett olyan közlekedési jelenségekre is figyelnek, amelyekre első körben nem is gondol az ember. A fiatalok esetében jellemző, hogy a járművel kifejezik egyfajta identitásukat is, a hangos zenével, a lesötétített üveggel. Ezek a változtatások a járművön sajnos befolyásolják azt, hogy én mennyire látok, vagy engem mennyire látnak, vagy mennyire hallom a környezetemet. Mi is tapasztaljuk ezeket, de akár ugyanilyen figyelemmel vonó lehet az is, hogyha mondjuk valaki a motorkerékpárján olyan kipfogót helyez el, ami olyan hangos, hogy elvonja a járművezetők figyelmét azzal, hogy váratlanul tűnik fel a semmiből, és olyan zajhatást kelt, ami valakit meg is ijeszthet. Természetesen ezeket is fogjuk ellenőrizni, lesznek motoros akcióink, ahol ezeket a járműveket fogjuk kiszűrni a forgalomból. Remélik, hogy a fokozott ellenőrzések segítségével jobban vissza tudják szorítani a szabálysértéseket és a baleseteket. Bár nem egyszerű a helyzet, a gyorshajtástól sokszor még a háromlábú, valamint a büntetési csekk sem riasztja el az autósokat. Mindenkinél fejben fog eldőlni, tehát amikor látja a rendőrt az utcán, amikor olvassa a médiában ezeket az eseményeket, akkor ő fogja átgondolni azt, hogy amikor egy 1000-pár száz kilós járművel 70-80 km sebességgel közlekedik, az bizony nem játék. Nem a rendőr és nem a baleset megelőzés lesz az, ami őt megakadályozza a baleset elkövetkezésében, hanem az, ami benne fejben lejátszódik. Na, ennek az elősegítése az, hogy igenis legyen rendőr az utcán. Ezt próbáljuk elérni azzal, hogy fokozzuk a médiai tevékenységünket, hogy mindenkihez eljussunk, minél több ember lássa a jelenlétünket, minél több ember tapasztalja azokat az eseményeket, hogy körülöttünk lezajlanak, hiszen nagyon sokan úgy gondolják, hogy mindig másokkal történik a baleset. Pedig ez nem így van. Velünk is megtörténhet. Szeretnék felhívni a közlekedők figyelmét arra, hogy a balesetek számának csökkentése nem csak a rendőrség feladata, hanem közös cél kell legyen.